Hát gondoltuk, bemutatjuk nektek, hogy hogy is néz ki világosban ez a világító torony. Igyekszem hangosan beszélni, mert nagyon erős a szél. Azonnal a világító torony. Tegnap előtt jártunk itt, akkor még az apálytól át lehetett menni, amint az most remekül látszik. Ez ma már elég veszélyes lenne. A kis szikla ösvényen ugyan esetleg át lehetne sétálni, de a szél nagyon erős. Biztosan lefújna minket onnan. Fel is hívja több tábla is erre a figyelmet. Az egyik szerint Vegna Naturiverdan Bannad a Faramet Hünda Kutikrotu Alpaurit. Azaz, hogy kutyával kimenni a, vagy a világtoronyhoz egész évben tilos. Állán látható, hogy milyen madár és egyéb fajok figyelhetőek meg a környéken. Ott kicsit kijebb, valóban van is néhány madár, amik halásznak. Nagyon vicces nézni, hogy szenvednek a szélnel. Embertelen erős a szél tényleg. Viszont lecserébe gyönyörű idő van, süt a nap. És annyira hideg sincs. És hát a fő látványosság ott található. Az Eszia hegység gyönyörű szépen süt rá a nap. Szép kék a tenger. Ide is jövök a szélére.